Oprah Winfrey az egyetlen olyan afroamerikai nő, aki saját erejéből lett milliárdos. A tengeren túli televíziózás legendás műsorvezetőjének sokak szerint nagyobb hatalma van, mint bármelyik politikusnak vagy vallási vezetőnek a világon. Műsorát ma már a világ 140 országában sugározzák. Szerte ágazó médiabirodalmában magazin, rádiócsatorna és filmprodukció cég is szerepel, melyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy napjainkban az üzletasszony éves szinten több mint 310 millió dollárt zsebelhet be. Ezzel naponta nagyjából 900 ezer dollárral gyarapszik a bankszámlája. Ám a siker nem jött könnyen. Winfrey gyermekkorát sok szenvedés kísérte. Személyes tragédiák hosszú sorát élte át, nyomorúságos körülmények között nevelkedett. Tehetsége azonban már az iskolai és templomi versmondások során meglátszott. Egymás után nyerte a tanulmányi versenyeket, majd egy ösztöndíjnak köszönhetően Tennessee állam egyik egyetemén médiatudományt tanulhatott. Kitartó és céltudatos munkával egyre másra tűnt fel a helyi televízió képernyőjén, rádióműsorokat vezetett, miközben elvihette az állam szépség királynőjének járó koronát is. Oprah csak hamar az egyik chicagói tévétársaság reggeli műsorát kapta meg, melyben olyan lehengerlő teljesítményt nyújtott, hogy főnökei főműsoridőben országosan sugárzott talkshow-t adtak neki. Az első saját nevével fémjelzett talkshow 1986-ban került képernyőre. Pár hónap alatt az egyik legnézettebb műsor lett az államokban, melyben a társadalmi problémákat taglaló kérdések mellett egyre másra tűntek fel Amerika hírességei. Michael Jacksonnal készített műsora a valaha volt legnézettebb interjú a világon. Több mint 36 millió embert szegezett Oprah azon az estén a kanapékba. A szakemberek szerint Winfrey tökére fejlesztette a bulvár talk show műfaját. Olyan empátiával közelít a riportalanyai felé, hogy még a legzárkózottabb embert is szóra bírja, miközben gyakran ő is őszinte vallomást tesz. 2011-ben, negyed százados működés után Oprah befejezte a műsorát az ABC-n. Azóta a saját csatornáján kérdezi vendégeit. A show a 25 év alatt mintegy 1 millió főnyi stúdió közönség előtt 30 ezer vendéget szólított meg, átlagosan napi 7 milliós nézettséggel. A média guru számtalan szakmai díj mellett több mint másfél milliárd dolláros vagyonnal, luxusvillákkal és magánrepülőgéppel is rendelkezik. Azonban sosem felejtette el, hogy honnan indult. Folyamatosan adakozik, több jótékonysági kezdeményezés és alapítvány is kötődik nevéhez.